Három korábbi kormányfő és az aktuális román uniós biztos szerepel a pró-Románia párt ma nyilvánosságra hozott listáján. A névsor meglepetést is tartalmaz. Ezt a felvételt 2014. februárjában készítette a moldovai Publika Televízió. Krisztián Tábora magyar nyelven kérdezte Júria Leanke akkori miniszterelnököt, aki folyékonyan válaszolt. Én büszke vagyok, hogy magyar nyelvet tanultam, mivel még egyszer nagyon szép nyelv, és szeretem ezt a nyelvet. A videó akkor futótűzként terjedt az interneten. A magyarok ismét találkozhatnak a politikussal, ugyanis felkerült a pró-Románia párt EP listájára. Elfogadta, hogy a listánk negyedik helyén szerepeljen Júria Leanke, aki egy nagyon jó román. Miniszterelnöki mandátumaink egy időre estek, az ő mandátuma alatt tették a legfontosabb és legkomolyabb dolgokat a moldovai köztársaságban. Elemzők szerint a pró-Románia párt 4 mandátumra esélyes a május 26-ai EP választásokon, így Júria Leanke mellett Viktor Ponta, Corina Crețu és Mihai Tudose juthat be az Európai Parlamentbe. A pró-Románia párt listájával teljessé vált a mezőny, korábban a PSD, PNL, USR és Plus Szövetség, az ALDE, a PMP és az RMDS is nyilvánosságra hozta listáját.